Köszöntöm nézőinket, Önök a Nagyítást látják a Pécs TV csatornáján. Mai vendégem közgazdász végzettségű, habár nem igazán szeret pénzzel foglalkozni. Kiskorában űrhajós, óvónő vagy haditudósító szeretett volna lenni, ehhez képest dolgozott boltvezetőként, tolmácsként, személyi titkárként, honlaptervezőként, jelenleg pedig a Pécs 2010 női kosárlabda csapatának pénzügyi és nemzetközi referense, de ebből a nemzetközit jobban szereti. Dolgozott Finnországban, és nem keveset önkénteskedett Kenyában. Abban az országban, amelyhez most már 1000 szállal kötődik, közülük a legerősebb szál egy gombszemű afrikai kisrác, akinek ő a fogadott anyukája. Ha az álmairól kérdezzük, azt mondja, csak azok vannak. László Illikónak hívják, vele beszélgetek ma. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban László Illikót, szia! Szervusz! Azt mondtad, hogy ne kérdezzelek időpontokról. Nem volt túl sok tabu téma, amit említettél, és igazából nem is volt ilyen téma. De arról ne kérdezzelek, hogy mi mikor történt pontosan, mert abban nem vagy jó. Ugyanakkor azt nem gondolnám, hogy egy szétszórt valaki vagy. Szétszórt? Minél idősebb leszek, annál inkább nem vagyok. Aminek az elején vagy. Köszönöm. Annál inkább nem vagyok szétszórt, de fiatal koromban igenis szétszórt voltam, és néha még most is. Igyekszem nagyon, mert különben nem tudnám a mostani állapotot fönntartani, ami körülöttem van. Muszáj nem szétszórtnak lenni. A mostani állapotról mi az, amit el tudsz, hogy el szeretnél mondani? Például nem lehet egy Pécs 2010-nél úgy pénzügyi és nemzetközi referensnek lenni, hogy az ember szétszórt. Volt egy ilyen érzésem. Igen, egyrészt. Másrészt pedig a jelenlegi helyzetem magánéletileg megkívánja azt, hogy nagyon-nagyon odafigyeljek arra, hogy mi történik körülöttem, hogy ki tudjak lábolni bizonyos dolgokból. Valamint, ha az ember például elmegy Kenyába, ott nem engedheti meg magának, hogy szétszórt legyen, mert különben az életét veszélyezteti. Na, témánál vagyunk. Finnországban is dolgoztál. Igen. De azért inkább Kenyáról fogunk beszélgetni ebben a műsorban, ahol önkéntesként jártál többször. Neked fontos a szabadság. Én ezt nagyon érdekes, mert mi nem igazán ismerjük egymást, ezt elárultjuk a nézőknek, de egy olyan képsorozatot küldtél el nekem, ami egyrészt nagyon sok képből áll, másrészt borzasztóan árulkodó, és nagyon sokat elmond rólad. És például ez lejött nekem, hogy a szabadság neked nagyon fontos. Az, hogy el kell menni valahova, az se baj, hogyha az nagyon messzire. Ez úgy benned van valahogy, ez az elmenősdi? El kell menni? Nincs. Én nagyon szeretem, hogyha van egy biztos pont az életemben, rettenetesen. Uh-huh. Az, hogy el kell mennem, kíváncsi vagyok. Leginkább ez hajt. Finnországnak is megvolt, ott dolgozni kellett, mert csere munkám voltam. Kenyának pedig kizárólagos oka. Először csak a kisgyerek volt, a Laurence. Uh-huh. Most már pedig több kisgyerek. Meg az, hogy megszerettem őket rettenetesen, magát a nyomornegyedet is, és magát a gyerekeket, és ők is engem. Ez egy érdekes kifejezés, erre nagyon sok képet fogunk mutatni még. Most egy másik képet látunk, ne arra, hogy szabad vág, de kisgyerekeket említettél. És hát ki hinné, te is voltál kisgyerek. Édesapáddal és édesanyáddal látunk ezen a két képen, illetve öcséddel természetesen. Édesanyád nem régiben hunyt el, ugye? Igen. Gyerekkorodtól csak nyomokban élt veletek, ezt írtad nekem. Ezt igen, a nyomokban ez egy kicsit így idézőjelben is írtam, meg ez nem igazán vicces. Anyukám nagyon-nagyon beteg volt egy agydaganat kapcsán, és ezért intézetben kellett élnie. És édesapám nevelt föl, illetve hol az egyik nagymama, hol a másik nagymama, hol itt rokonok, hol ott rokonok, és így a testvéremet pedig én neveltem föl, és szinte mindenképpen, ahol rajta van, minden képet, ahol ő rajta van, azt én megőrzök, és most is a mostani kapcsolatunkban, felnőtt kapcsolatunkban. Ő programozó, ugye? Igen, programozó. És Budapesten él. Hát gyakorlatilag apukád nevelt fel, aki nyugalmazott vasútállomás főnök. Igen. És hát itt már a mostani élete párjával látható ezen a Igen. képen, aki nem mostoha anya, hanem... Nem mostoha anya, nagyon-nagyon-nagyon szeretem őt, mivel nagyon-nagyon-nagyon szereti az apukámat, és én saját anyukámként idézőjelbe kezelem őt. Annyi, hogy még talán közelebb állok hozzá, mint az édesapámhoz, mert azt tudnod kell, hogy
hogy, vagy biztosan tudod, olvastad az önéletrajzban, hogy én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jöttem Fehérgyarmatról, és nagyon-nagyon szigorú szülői nevelést kaptam. Az édesapámat például csak gázom, meg csókolomat köszönök neki, illetve az összes idősebb, igen, összes idősebb embernek, aki körülöttem van. Nem egy rossz szokásám ez különben. Nem, itt furcsa, amikor felveszem Pécsett a telefont, amikor apukám felhívott, csókolom apuka, és akkor az egész busz így fülel, de egyébként nagyon aranyos dolog. Viszont az anyukámat, a mostanét, akit Jolánkának hívnak, őt tegezem. És ő ilyen nyitott mosolygós, szeretem nagyon. Az, hogy amikor mondjuk amikor a legérzékenyebb korban van egy fiatal lány, vagy akár egy fiatal fiú, hogy nincs előtte igazi anyai minta, az befolyásolja a későbbi viselkedését? Befolyásolja. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon látszik rajtam, még most egészen nőies vagyok. Amikor így serdültem, nagyobb lettem 15-20 éves koromban, rettenetesen fiús voltam, meg ez a baráti kapcsolataimban is látszik, amit írtam is neked, hogy körülöttem nők nem igazán vannak. Uh-huh. És nem azért nincsenek, mert hogy valami bajom lenne, vagy bajom lenne velük, vagy nekik velem, hanem egyszerűen nem hiányoznak, nem is tudom, hogy kell hozzájuk viszonyulni, kizárólag fiúbarátaim vannak. Egy-kettő van így elvétve, na meg persze egy női kosárcsapatban dolgozom, hát igen, de ezek nem olyan barátságok, beszélgetünk, stb., de semmi különös. Hát a nőket nyilván nem lehet elkerülni. Nyilván, hát hogy engem kérdezel, nem is érdemes. Ugye említetted a kosárcsapatot, amire büszke vagy, még akkor is, amikor Afrikában missziózol. Igen. És hát itt már Tébánál is vagyunk ismét. Harapod ott nagy erőkkel az aranyérmet. Igen, egy magyar kupa. Egy magyar kupa érmet, és egy Mizó Pécs 2010-es mellénke van ezen a kisfiúnak, aki gondolom Kenyában. Igen, ő William. William? William. Nem neki vittem, de csak ráfért rá. Ez egy jó csapat, ez a kosár. Most nem mint kosárcsapat, tehát mint sportegyesület, hanem a lányok. Ez egy jó csapat? Ilyen összetartó? Tehát ez igazából az életben is egy csapat, egy közösség? Én úgy látom, hogy ők összetartóak. Ha ezt ők így megnézik, illetve a kollégáim megnézik, akkor ők tudják, hogy én inkább munkatárs vagyok, mint teljes értékű része a csapatnak. Én a Gábor, az András és a Sógi között ők vannak az irodában, illetve ő a főnököm. Velük nagyon-nagyon jól kijövök. Tehát nem jársz le edzésekre mindig? Nem. Illetve az edzőkkel mindig nagyon-nagyon jól kijöttem. No, hát igazából... Az lenne itt a nagy kérdés, hogy hogyan keveredtél te el Afrikába, illetve az, hogy itt ezeken a képeken gyakorlatilag az első afrikai utadat látjuk, azon belül is az első napot Afrika utcáin, és mindjárt ott van ezen az első két képen, amit az első nap készítettél, ez a bizonyos bibályos fiatalember, akiről ma még beszélgetünk, Lawrence. Hogyan találkoztatod? Hogy hogyan találtam rá interneten? Természetesen. Bejött egy lány az irodába, és mondta, hogy neki van Kongóma, vagy nem tudom, hol egy fogadott kislány, akinek mindig küld ilyen csomagot, és most is rohan a postára. És mondta, hogy honnan találta, és én is találtam egy gyereket. Az interneten? Láttam, igen, az interneten, és megnéztem, hogy milyen életkörül magát, hogy veszített el a szüleit, mindketten écesek voltak, igen, és meghaltak az édesanyja. Börtönben halt meg, mert az összes gyerekét megölte, aki HIV pozitív volt, az apukája öngyilkos lett, stb. Stb. És én őt választottam. Meg azért, mert hogy 74-ben születtem, és 74-es sorszáma volt a kisfiú. És mindenképpen kisfiút szerettem volna. Uh-huh. És És egy ilyen háttérrel milyen kölyökű? Mert a képeken egy borzasztóan kedves, egy eleven tekintetű, egy okos kis fickó, de nem látszik idegbetegnek, mint hogy egyáltalán nem az. Egyáltalán nem ugye? Az nyugodt, de ott nincsenek is idegbeteg gyerekek. Ott idegbeteg felnőttek sincsenek. Ott mindenki mosolyog. Nem. Hát most idegbetegség... meséltél egy anyukáról, aki kiirtotta a fél családját. Persze. Hát, persze, hogyha vannak tragédiák, akkor ők magukban sírnak. Én még sírni sem láttam gyereket. Magukban sírnak, de ők sohasem mutatják ezt ki. Ő úgy volt kétszer maláriás legutóbb, hogy mert bocsánat, de így mindent kipakolt magából a ruhámra, egy szó nélkül, egy sírás nélkül,
befeküdt az ágyba, így egyenesen feküdt, nem szomorkodik ezen, hogy neki az most a szülei. Nem ilyenek. Persze, én láttam gyereket úgy rúgtak hasba, hogy van egy törzs, akinek a törzsi szokás szerint itt a hasán kilóg gyakorlatilag a köldökzsinór, nem vágják úgy teljesen el. Leszakadt a köldökzsinórja, és szintén mereven feküdt, és kérdezem, hogy te most ő meghalt, vagy miért nem sír? És mondták, hogy itt nem sírnak a gyerekek, és tényleg nem sírnak. Abszolút nem, bármilyen éhes vagy, semmi. És hogy értsük azt, hogy ő a fogadó gyereked, vagy te, vagy az ő fogadott anyukány, nyilván nem jogilag? Nem jogilag. Abszolút nem jogilag. Én szerettem volna. Egyrészt rengeteg pénzbe kerülne, mert hogy, bocsánat a kifejezésre, de Kenyánál, én nagyon szeretem Kenyát, de Kenyánál korruptabb államot én még nem láttam. Gyerekért, magáért, a papírokért rettenetesen sokat kellene fizetni, plusz, ha már hazahozom, hazahoztam volna, én azt hittem, hogy először, hogy 11 éves, mert mindenki azt mondta, aztán a végén kiderült, hogy csak 7. 7? 7. Uh-huh. És ha már hazahozom, akkor természetesen egy olyan családi háttér kellene neki, ahova őt haza lehetne hozni, de ez nem adott. De ez nem adott. És hogy tartjátok a kapcsolatot? Ugye kétszer voltál kint eddig Kenyába, a jó ég tudja, amikor tudsz megint kimenni. Ő amúgy hogy szólít téged? Mami. Maminak, vagy pedig ha másoktól kérdezi, akkor Ilkének, mert mindenki Ilkének szólít, mert az Ildikót azt olyan nehéz kimondani. És akkor így... És e-maileztek? Hát nem vele e-mailezünk, hanem van egy hölgy, akinél ő van, valamelyik képen volt, már nem tudom. Van egy hölgy, akinél ő van, egy fiával együtt neveli, és a hölgyet megtanítottam e-mailezni, megtanítottam mindenre, ami az kell, hogy mi kapcsolatot teremtsünk, és mi így tartjuk a kapcsolatot, illetve tanárokat hívok fel néha, hogy mi újság, de ez hosszú, ők rettenetesen felnőttek, nagyon sokat lódítanak. Bocsánat, nem mondom azt, hogy hazudnak, de rettenetesen sokat lódítanak, és én csak akkor hiszek el valamit, ha képen látom, illetve a hangját hallom. Azt mondod, hogy nem, hogy nagyon korrupt ország Kenya. Veszélyes is? Mindjárt látni fogunk egy képet, ahol hát egy jól megtermett fiatal ember a kezében, nem is egy, hanem két bozott vágó késsel, és a tekintetéből ítélve éppen nem egy gyertyafényes vacsorára akar téged meghívni. Szóval én nem lennék ott nyugodt a tengerben. Két nappal ezelőtt, egy maszáj gyerek, két nappal ezelőtt mostunk együtt egy patakban, ilyen sokan, igen. És megismert, és éppen ez nem annyira ijesztő, meg akarta kérdezni, hogy nem akarunk enni együtt tyúkot, kukut, és de azt ott előttem mészárolta volna le, stb. De éppen mennünk kellett arrébb, és nem tudtuk ezt megejteni, de már éppen a csirkér készült menni, szóval nem belém akarom. Ja, én azt hittem, hogy rád akar rontani ezeket. Nem, volt olyan, aki rám akart rontani. Be kell ilyenkor menni a tömegbe, meg voltak olyanok, különösen nyomó negyedben, ahogy mentem az iskolától hazafelé, meg olvashatod is az interneten, hogy épp ott, ahol én voltam, sorozatgyilkosság történt. Uh-huh. És mondták, hogy nem menjek sehová egyedül, de hát én azért nem fogok, nincs annyi pénzem, hogy én taxit fizessek, vagy akármi. Vagy testőrt. Hát testőr az mindig akad ingyen is. De ez hosszú történet is. De minden hosszú történet, minden, valamit mesélj. Igen, de mi az, hogy hát te, annyi, hogy akar ingyen is testőr? Hát testőr? Hát egy fehér nő, ha egyedül van, akkor így gyakorlatilag csapódnak hozzá? Csapódnak. Aha. Csapódnának, a hagynának. Először még így hagytam, mert hát, már mint az első évben, mert hát azt sem tudtam, hogy mit csináljak ott. Uh-huh. Álltam egyedül, meg van a szörnyű közlekedési eszközem a tatú, amit a végén nagyon megszerettem. Az a lényeg, hogy másodjára eldöntöttem, hozzám senki nem csapódik, én teljesen egyedül fogom ezt az egészet megcsinálni, és meg is csináltam. Voltak veszélyes pillanatok, de túléltem. Na, itt egy börtön képeit láttuk, és elég jó viszonyt ápoltál itt egy börtönőrrel. Úgy van, mint általában a szegényebb országokban, hogy aki rendőr, vagy katona, vagy épp börtönőr, tehát egyenruhás ember, azért az még a legszegényebb társadalomban is valaki, nem? Igen. Tehát annak rangja van, ők mondjuk az elithez tartoznak. Legalábbis egzisztenciája van. Nem. Nincs? Ez nagyon érdekes, mert én csak szegény emberekkel, vagy alacsony középosztálybeliekkel találkoztam.
Illetve Mombaszában voltam 2 napig, ahol találkoztam gazdagokkal is, de ennyi. Ők ugyanolyan szörnyű körülmények között éltek, mint ahogy én éltem. Három szappanél laktam börtönben, mert az így nem volt. És ők ugyanúgy laktak gekkók között, azért néz ki olyan. Három szappanél laktál te börtönben? Igen. Ezt fordítsd rész is nem érte. A te három szappant, hogy beköltözhess a börtönbe? Nem volt hol lakni, nem volt pénzem, ilyen hosszúkás szappanokat lehet kapni. Börtönbe az állam nem ad elég szappant, viszont energiatakarékos izót azt ad, ezt én nem értem, szóval mindegy. Ezen nagyon sokat nevettem, és 3 szappant, buzót vágók és fölvágtam, elosztogattam a rabok között is akkor, de ezek nem ilyen gyilkosok, meg stb., csak tolvajok simán. Vagy nem tudom, mit követtek el, mert hozzájuk nem szólhattam igazán, csak kezükbe nyomhattam a szappan. És ezért megengedték, de például láttad a börtönőrt csak kívülről néz ki ilyen szépen. Ő kivasalja reggel a ruháját, de ugyanolyan lepukkant, mint az összes többiek. De most ezt komolyan mondod, hogy bárki beköltözhet. Fogok 3 szappant, és azt mondom, nincs hol aludnom, nem mehetnék be oda a rabok közé, és akkor elég ezt a rabokkal megbeszélni? Vagy nem a börtönőrnek is kell azért? Nem, hát börtönőrnek adtam egy fénykép albumot, azt hiszem, a feleségének, Florence-nek, erre emlékszem, hogy adtam, de ők is, mondom, a falon gekkók mászkálnak, a WC ilyen picike, lavorba fürödtünk, semmi különös, nem. Ő azért nézett ki szépen, mert hogy ők arra adnak, hogy szépen kell kinézni, és reggel ki kell vasalni, de egyébként semmi különös. Hát ha már szegénység az, hogy nem találkoztam máshol, csak szegényekkel, itt 2 kép következik egy nyomornegyedről. Igen, kivéve. Ezt lehet mondani, hogy ez az általános? Igen. Mondjuk kibéra, az a legrosszabb, legpukkantabb hely, amit csak látni lehet. Az alsó kép az gyakorlatilag nagyon-nagyon sok árva van. Aki már nem tud hova menni, az kibérába megy. És azt a sok mocskot, az minden olyan. És sajnos az emberek a saját, bocsánat, ürülékükben mászkálnak, nincs WC, és kidobják az ablakon. És a házak, mondjuk Matopeniben, ahol én éltem, normálisan be lehetett menni az ajtón, itt vályokházak vannak, és igen, le kell csak hajolnom, hogy beférjek, de akkor se szeretnék. Szóval így valami borzalom. A másik pedig a kép, a felső, az nem tudom, ki látta. Sétáltatok egy Sinnen. Az Elszánt diplomata című filmben szintén kibérában játszódik, és mindenképpen látni akartam azt a vasútat, ahol folyamatosan így mennek, és azért mentem el oda, meg nem is tudod kikerülni, hogyha kibérába mész. Hát most itt föltolakodik bennem egy ilyen nagyon demagóg kérdés, amit hát, ha nem akarsz, nem válaszolsz meg, hogy soha nem kérdezte meg tőled senki, de tényleg van ebben némi demagógia, hogy annyi szegénység meg nyomorúság van ám itt Magyarországon is, hogy miért nem így segítkezel? De. Ugye? De nem szereted azokat, akik ezeket ezt megkérdezik? Nem, én meg szoktam kérdezni. Nem. Én itt is segítek egyrészt. Másrészt pedig meg szoktam kérdezni, hogyha te mindenáron azt gondolod, hogy annyi sok szegény stb. Van itt Magyarországon, akkor te miért nem segítesz itt Magyarországon? Mert hogy én bárhol segítek, nekem teljesen mindegy, hogy hol. Nekem például van egy kedvenc bácsim a postál, őt a nagy, nem nagy posta, Indóháztér vasútállomásnál, aki, én soha nem szoktam senkinek pénzt adni, egyrészt mert nekem nincs, másrészt meg nem. Mert ki tudja, hogy mire költi, sem Kenyában, sem pedig itt. Viszont mindig, minden nap megvan a falat csokoládéja. A bácsinak? A bácsinak. Már hogy te viszed neki. Igen. És így, nem tudom, így, meg a többiek, a kollégáim nagyon, nagyon tudják, meg a legjobb barátaim, hogy például Pesten, én nem tudok úgy, a testvéremnek volt néhány olyan ruhája, meg néhány olyan téli cucca, amit takaró, meg ilyesmi, amit én kiszedtem a szekrényből, láttam, hogy sose hordta, Ősvezértérnél lakunk, viszem le a bácsiknak, csinálok kis teát, szóval én ezt így elintézem magamnak anélkül, hogy engem valaki erre biztatna. Kenya az, nem tudom, ebben is talán Kenyában is a testvérem a hibás, egy ilyen kis fazsiráffal kezdtem ballagásomra, ő adta nekem, és így valahogy akartam is Afrikát látni. És az egész így jött, nem ragaszkodom mindenáron ahhoz, hogy ott segítsek. Mit vetítettél itt? Dzsungelkönyvét, igen.
Nagyon sok külföldi feliratú filmet kaptam a Diafilm Kft. Azt hiszem, bocsánat, hogyha lehet ezt így mondani. Hát jó célra ment, úgyhogy nem reklám. Igen, akkor rendben, illetve kaptam egy olyan diavetítőt, amit el akartak kobozni a magyar vámosok, mert nehéz volt, és magamnál tartottam, és nem adtam ki a kezemből, amihez nem kell áram. És gyakorlatilag ez úgy megy, hogy a gyerekek hangosan dzsungelkönyve, ilyen vastag diafilm, tudod, amikor így, ezt így végig egy órán keresztül így tartottam a vetítőt, és akkor így vetítettünk, és nem volt például függönyünk, és a gyerekek összekötözték a pulóverüket, és lyuk-lyuk hátán így besötétítettünk. De nagyon izgalmas volt. És mekkora élmény lehetett ez nekik? Igen, igen. Legalább akkora, mint a csoki osztás, mert nem csak az Indóház tér kedves öreg bácsiának osztogatsz, de hanem... Cukor. Ez cukor? Igen, és az hiba volt. A cukor az hiba volt az orvosok szerint. Másodjára tudtam meg, hogy gyerekeknek ne adjunk ennyi cukrot, mint amit én néha felhalmoztam, de kaptam mindenkit, mindenki úgy küldött el itthonról, hogy legalább cukrot legyen, mert hogy az meg a gyerekeknek is, és rengeteg cukrot elosztogattam, iszonyatosan sokat. És mindig álltak sorba, és a sornak ott még nincs vége. Ja, hogy nem fért rá képre. Igen, igen. De egyébként legelőször, amikor oda mentem, akkor azt hiszem, hogy csokoládét vittem. A csokoládét azt az orvosok szerint lehet adni ezeknek a gyerekeknek cukrot. De miért nem lehet cukrot adni nekik? Nem szeretik ott az édességet. Ott semmi nincs ízesítve. Ott megeszik a kis rizsüket, a kis babukat, kis kukoricájukat. Olyan... Nem éheznek, viszont nagyon-nagyon egyhangúan táplálkoznak. Uh-huh. Hát úgy éheznek, hogy mondjuk én éheztem még az elején, mert hogy én nem mertem semmibe se beleharapni, aztán már mindegy volt. Előbb említetted a tanári kart, abban a megközelítésben, hogy némiképp hát nem mindig ragaszkodnak kínos precizitással, meg a felnőttek se általában az igazmondáshoz. Jaj, nagyon nem. Nem? Na mindegy, hát aranyos I Love Pécs szatyorló mindenkinek a nyakába, kivéve téged. Fiatal asszonyokkal és fiatal emberekkel tartod még a kapcsolatot? Vagy ők várják, hogy mikor jön megint a tanítónéni jobb agyféltek és rajzot oktatni? Az igazság, hogy a képen kettő darabban egy úrral és egy hölgyel tartom a kapcsolatot. A többiekről sajnos kiderült, hogy nem megbízhatóak, és igyekszem őket elkerülni, bár Facebookon így... Mi az, hogy nem megbízhatóak? Átvágtak? Hazudnak egymásnak, és ez mindig kiderül, és ha meg akarok valakit védeni, akkor arról is kiderül, hogy nem mond igazat. Akkora kavarást tudnak csinálni valamiből, de tényleg nem rosszból csinálja. Nem gondolom. Vagy lehet. Nagyon aranyosak, de néha kinyílt a bicska a zsebembe. Hát ezt a képet hagytam itt a végére, mert ezt tündéri. Hevertek itt a fűben ezzel a pici kis csoki csöpséggel, de a sztori, ami mögöttem van, nem biztos, hogy ilyen tündéri. Ez úgy kezdődött, hogy én elmentem kapálni mogyorót. Kapálni mogyorót? Igen, Kenyába. Azért, mert hogy hétvége volt és nem volt mit csinálni, sosincs egyébként ott. Úgy lehet unatkozni, vasárnap elmész a templomba, én nem mentem, nem azért, mert nem szerettem volna, csak túl sokáig tart a templom, meg túl korán kezdődött. És meg nem szeretem ezt az ömlengést, amit ők ott csinálnak. Uh-huh. És akkor én elmentem kapálni helyette, és mikor szünet volt, vagy így elfáradtam, akkor a gyerekek így mind rámugrottak, ő meg lepisílt, és akkor száradt. Ez a kis pici, aki ott. Igen, de mindenki ilyen kis húsos, mert így valahogy fölpuffadnak a tollasok rizstől, amit folyton rizst, cukornát, kukorica, ezek. Na, én még gazdagabb embereknél sem láttam azt, hogy jó, hogy hozzáteznek húst, de semmit egyéb. Ötféle ennivalót föl tudnék sorolni, amit így láttam. Van ez a csapati vagy sapati? Csapati. Hogy készül? Dobj össze nekem estére csapatit. Akkor. Csapati. Majdnem olyan adalékokkal, mint a palacsinta, csak keményebbre kell csinálni, össze kell gyúrni, és így vigyázni kell, hogy ne égesd meg a kezed. Ennyi, de egyébként a legfinomabb, már reklámozni kell kajákat Kenyában, akkor az a mandazi, az egy fánk, de nem cukros, hanem ilyen negyed cukros, és azt nagyon-nagyon szeretem, és 30 forintba kerül, és ekkora, és bárki, aki megy Kenyába, az hozzon nekem, köszönöm szépen. Hát miért nem mész ki te?
Mikor mész? Szeretnék. Ez, tudod, mindig mérlegelni kell. Egyrészt az, hogy kit bántok meg vele itthon, hogy már megint elmész és megint félthetlek. Például a családtagokat, vagy azokat a barátaimat, akik nagyon-nagyon szeretnek. A másik az, hogy mit teszek vele jobban, hogyha azt az 5000 forintot minden hónapban elküldöm a gyereknek iskolára, vagy én fogom magam, és oda megyek, és ha nem finanszírozza valaki meg a repülőjegyemet, akkor muszáj vagyok én, stb. Stb. Uh-huh. És ez nem olcsó. Eddig egyszer sem én finanszíroztam, azt hozzá kell tenni. Semmit nem én finanszíroztam. Egyszer elvittem a fizetésemet arra, hogy kajára legyen mit, meg hogy a gyereknek vegyek ruhát. De mindig mások szokták ezt általában. Nem várhatom el az emberektől, hogy ezt mindig megcsinálják-e velem, cégektől se várhatom el. Mérlegelnem kell. Hát jó mérlegelést. Előbb-utóbb majd össze fog ez jönni, én szerintem. Egész biztos, mert szeretném. Mert hát igen, ez így van. Sok mindenről nem beszéltünk ebben a mai műsorban, mert főleg Afrikára hegyeztük ki ugye a sztorit. Például nem mutattuk meg azokat a csodaszép képeslapokat, amiket most szintén hoztál nekem, és amelyek közül az egyik a te béka szeretetedre, vagy hüllő szeretetedre utal, mert ugye a békákat meg a kígyókat nagyon szereted. Én kívánom neked, hogy akárhányszor kimész Kenyába, se ott, se az itthon maradottak neki a bájának rád kígyót, békát. Itthon maradottak? Hát ők inkább csak védeni szeretnének a kígyót, békát kiabálnak rám. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további sok sikert. Én a legközelebb mész, akkor puszíld meg Laurenzt a nagyunkban. Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm. Nézőinknek pedig azt köszönöm, hogy velünk töltötték ezt a fél órát, nézzenek minket legközelebb is, és hogyha lemaradnának valamiről, hát tudják, műsorainkat megtekinthetik a Pécs TV honlapján a videótárban is. És ne felejtjék, legyenek mindig kíváncsiak. Szervusz, viszontlátásra.